Én elsírtam magam. Ezen nem kimondott lecke volt, nem kimondott szó, érintés volt. Paplanos Ildikó. Derült ki tavaly decemberben, hogy a 6. pont karaoke versenyt egy keceli hölgy, Paplanos Ildi nyerte meg. A győztes a Bendegúz hangstúdió jóvoltából profi körülmények között vehetett fel egy teljes lemezt. A korábbi évektől eltérően a nyertes énekes mellett most egy komplett zenekari stúdióba vonult. Ildi azt mondja, a Halas TV tehetségkutató műsora nagyban hozzájárult ahhoz, hogy elindulhasson a banda zenei karrierje. Segített nagyon sokat, hiszen láttam egyrészt a tévében. Énekeltem nyilván azelőtt is, csak ennyire komolyan nem vettem, úgymond, mert ennek tétje volt. Tehát azért itt én komolyan nyerni szerettem volna, mert tudtam, hogy a zenekarnak ez egy ugródeszka lehet, hogyha elérjük azt, hogy stúdióba vonulhassunk. És látták a műsort, látták az éneket, és hát egyik kedves ismerősöm, Gregsa Gábor megkeresett, hogy amennyiben van kész dalunk, ő nagyon szívesen közreműködik és megcsinálja a videóklipünket, úgyhogy a videóklip forgatása is megtörtént már. Csak egy percet adj, hogy elmondjam, mit érzek, de beszélnek inkább szívem, de szót késre minden cseppél. Mi a pengékről lecsettem, egy álom mit benned, hiába kerestem, hiába... Az már az első percekben kiderült, hogy egy igazi stúdióban egészen más énekelni, mint mondjuk a színpadon a koncertek alatt. Figyelünk itt egymásra, nagyon figyeljük a zenéket, hogy minden fel legyen játszva, ne maradjon ki semmi, hát egyrészt koncentrálni kell, másrészt, mert mikor már ér rám kerül a sor, hogy énekelni kell, akkor meg azért vagyok stresszes, mert én nem szeretek bakizni, tehát úgy semmiben sem. Ettől függetlenül nyilván sikerül néha, van, ami nekem is piszkálja a fülemet és újra kell venni, de mert nyilván nem úgy énekeljük azért a színpadon, ott azért más lendülete van mindennek, és hát motivál a közönség itt, meg ugye arra figyelünk, hogy a lemezen, ami majd hallható lesz, azért az minden a helyén legyen. Kis Dávid az évek során aktívan részt vett a pont karaoke versenyek győzteseinek lemezfelvételeinél. Véleménye szerint attól függetlenül, hogy ezúttal egy komplett zenekar produkcióját kellett rögzíteni, ez volt az egyik leggördülékenyebb stúdiózás. Ez a mai nap ez viszonylag gyorsan halad, tehát előre is készültem rá, meg beszereztem innen-onnan még plusz eszközöket, hogy gyorsabban és jobban menjen az egész felvétel. Kezdhetjük! 3 szám lett rögzítve ma, és különböző lendületű, különböző tempójú számok. A hangulatok is nagyon változóak, úgyhogy mindenki számára szerintem egy érdekes anyag lehet. A Pornograffiti tagjai első albumukkal próbálják eljuttatni a dalaikat a lehető legtöbb emberhez. Abban mindannyian egyetértenek, hogy egy ütős korongot sikerült összehozniuk. A Dávid nagyon komoly szakember, tehát én úgy látom, hogy nagyon sok mindenbe tud segíteni, és meg is tette, és az utómunkálatoktól sem félek, jó kezekben van az anyag. Én azt gondolom, hogy ami tőlünk tellett, amilyen lehetőségeink most jelenleg vannak, azokból mi a 100%-ot igyekeztünk kihozni. És reméljük, hogy majd a hallgatók is így gondolják. Ildi úgy érzi, zenekaraim már megállíthatatlan, azonban jól tudja, hogy a siker eléréséhez sokat kell még dolgozniuk. Mi nem vagyunk azok a típusú emberek, akik úgy vagyunk vele, vagy bármivel, hogy megpróbáljuk, tehát mi csináljuk. És én nem szeretnék valamit, hanem én dolgozok érte, és akarom. És dolgozunk érte keményen. We'll be right back.
testem sírjára borulna. Csak egymást bántjuk, de nem bánunk meg semmi. Egy háborúban sem beszettem ennyi. Hey, hozzá szólok, látom arcom meggyötört, már szászol, de látom, ha az let's go.